Színes vásári forgatag fogadta azokat, akik kilátogattak vasárnap a bécsi kaputérre. A Romer Floris Művészeti és Történeti Múzeum 8. alkalommal rendezte meg a már hagyományosnak számító összművészeti fesztiválját. Az a célja, hogy a művészetek és a múzeumok világát minél szélesebb körben egy kötetlen utcafesztivál formájában mutassa be a nagy közönség számára. A művészetek utcájában számtalan kulisszatitkot elleshettünk. Ezek a képek például visszatörléses technikával készültek. Tulajdonképpen egy ilyen nagyon izgalmas hatása lesz a kép, mert közelről nézve a papír faktúrája miatt nagyon izgalmas felületek alakulnak ki, és hogyha az ember egy két lépést hátra lép, akkor pedig összeáll egy kép. A vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták az ellesett fortélyokat. Voltak, akik rajztudásukat fejlesztették, és voltak, akik az agyagozással ismerkedtek. Kisimítjuk az alját, az edény alját, utána a bal kezünk bekerül az edény belsejébe, egymással szembe fordulnak az ujjacskák, és ebből az oldalsó agyag rétegből kezdjük kialakítani az edénynek a oldalfalát. A részkarc technika rejtelmeibe is beavatott minket Kis Péter grafikus művész. A részkarc az egy grafikai eljárás, mégpedig úgy van, hogy a rézlemezre az ember rajzol, és a repedésekbe, amit ugye előtte kimaradott, bejuttatja a festéket, a fölösleget letörli. A nap folyamán képzőművészeti, irodalmi és zenei programokkal várták az érdeklődőket. A jó idő és a barokk környezet kiváló hátteret biztosított ennek a különleges fesztiválnak.